A görbetölgyek erdejében, annak is a közepében élt egy manó s felesége. Ott laktak a legöregebb görbetölgyfa óriási üregében. Már sok száz éve, hogy őrizte az erdőrendjét Vargány apó és Mamóka néne. Ha nagy vihar támadt és megtépett néhány görbe ágat, az apó bekötözte sebeiket. Ha a lombok közé rakott fészkekből kiesett néha egy fiúka, Mamóka anyú gyöngéden visszarakta őket. Így éltek ott, az erdő közepén. Szántó Csaba jó pár éve már így kezdi meséit minden este gyermekei kérésére. A Szadán élő írót kérdeztük a mesekönyv születéséről. Ezelőtt 6 évvel a gyerekeimnek az az ötlete támadt, hogy fejből meséljek nekik, mert már a könyveket mindig folyamatosan újra és újra elővettük, és abból meséltem nekik. És hogy valami újat is tudjak hozni, hát azért fejből elkezdtem nekik mesélni pár olyan történetet, amit úgy akkor elő tudtam venni aznapi történetekből összeolózva minden ilyen mese elemet, és hát azon kaptam magam, hogy minden este újra és újra visszakérik ezt a kedves kis történetet a görbetölgyekről, amit ott alakítottam, a Vargány apu és a Mamuka néniről, és aztán a legkisebbik lány mellé odabújt még a egyel nagyobb Bence fiam, ő is még tátott szánnyal hallgatta, aztán bejött a nagyfiam, aki már ugye nem a mese miatt, hanem csak a látványért jött be, és azt mondták, hogy hát apa, ezt írd le. Papírra álmodtam, legépeltem, akkor még kézzel írogattam, nem volt ilyen eszköz, és onnantól kezdve rájöttem, hogy hát ebből azért más gyerekek is tudnának profitálni, mert minden mesébet úgy alakítottam ki, hogy valamilyen célzattal, valamilyen nevelő szándékkal próbáltam a gyerekeknek is átadni egy-két alapigazságot. Ezeket vagy meg tudják fogadni, és tudják hasznosítani az életbe. Én úgy veszem észre, hogy nekik ez elég jól sikerült, és a többi gyereknek, aki esetleg a könyvet olvasta, azoknak meg nagyon remélem, hogy a szülei ugyanazt tudják majd átadni, mint amit én szerettem a sajátjaimnak. A mese történetében a főhős kiről mintázta? Hát ugye mindenki megkérdezi, hogy a Vargány apó, alias Vapó, az kicsoda. Nekem a baráti körömben mindenki úgy hív, hogy Vapó, tehát nem is tudnám letagadni, hogy magamról mintáztam, és próbálnék abban a szerepkörben valamilyen szinten megfelelnie, hogy minden olyan igazságra, vagy igazságosságra felhívjam a figyelmét a gyerekeimnek, hogy egyes történetekben az a nevelési szándék, amit említettem, hogy ne háborozzunk, hanem inkább próbáljuk békességben egymás mellett élni. Ezt magamra vállalom, mert én azért próbálom megoldani azokat a konfliktusokat, amik nap mint nap éri az embert, és inkább kompromisszumokra képesnek tartom magam, mint hogy ellenségképeket állítsak föl. Úgyhogy a Vargány apu az, azt mondhatom, hogy magamról mintáztam. A meséből készült egy gyönyörű meséskönyv. Melyik kiadó vállalta magáévá? A könyvet magánkiadásban adtam ki. Ebben nagy segítségemre volt Horváth Gergő barátom, aki itt gödöllői lakos egyébként, és az ő grafikái díszítik ennek a könyvnek alapjait. Nagyon szép technikával, részkarcokkal díszítette a könyvet, és azt kell mondjam, hogy azokat a szereplőket, amit belerajzolt, azokat én ugyanúgy álmodtam meg. Tehát ha ilyen csodaszép rajzokat lát az ember, attól a tájakat is magáénak tudja, és azokat az apró kis szereplőket, mint például a Vargány apót, a Vapót, az pedig aztán végképp, igaz, nem ekkora szakállal vagyok mostanában, mert rövidebbre vettem, de nagyjából ez a kis pocak megvan, nem is vagyok olyan magas, de a Gergő ezt nagyon jól beálmodta. Az Egér királyfitól kezdve az elveszett királyfig mindenki benne van. Ön mennyire tartja fontosnak, hogy manapság is meséljenek a gyerekeknek a szüleik esténként? Sajnos azt tapasztalom, és remélem, hogy ez nem így lesz mindig, de azt tapasztalom, hogy nagyon sok gyereknek ez a típusú élmény hiányzik. Sőt, azt gondolom, hogy ha nem kapja meg ezt a
mesét, ami az elektronikus világban hipergyorsasággal kerül be az interneten keresztül, és nem is tud talán igényt tartani a gyerek, mert nem tudja, hogy mi hiányzik. Csak valami majd később, amikor nagyobb lesz, akkor az már soha nem tud előkerülni. Azt gondolom, hogy ilyen mesékre mindig is szükség van. Nem csak azért, mert a gyerek és a szülő között is akár egy elmélyültebb kapcsolata lehet, főleg ebben a rohanó világban nagyon nehéz ezt megvalósítani, de a gyereknek a fantáziáját, azt a kreativitását a mese nyitja meg igazán, mert abba tud ő is tovább álmodni elemeket, másképp láthatja, mint amit esetleg egy internetes portáról oda köszön neki, és már úgy találja, hogy fogyaszthatod. Az nem mozgatja meg annyira a gyereknek a fantáziát, és később szerintem az nagyon nagy hiányosságokkal jár. Viszont önök segítettek, hogy a fantáziájukat megmozgassák a gyerekeknek, és a mesekönyvből készült egy táncszínházi előadás. Erről mit lehet tudni? Hát nagy büszkeséggel mondom, hogy a Honvéd Együttes táncszínháza és színikara előadásában megrendezésre került a Vargány apu csodái előadás, aminek egy zenés táncos darabnak a fiam a zeneszerzője, Soltinszky Tibor a dramaturgia és rendezője, és azokat a koreográfiai elemeket az Apelsoffer János, annak a művészeti vezetője, a Zsurászki Zoltánnak a nevű fémjelezve állították össze. Nagyon minőségi, nagyon jól megkoreografált darabról van szó, és a gyerekek most 8. előadáson túl vagyunk, azt kell mondjam, hogy nagy sikerrel vették ezt a darabot, nagy örömmel, tapssal, visszatapsolva a finálékat, megható, amikor a kis apróságok, azt mondják, hogy ez fantasztikus, hogy ez az élmény, ez olyan minőségi élményt ad nekik, amit talán tényleg nem kaptak még eddig, vagy ha igen, akkor ritkábban jutnak hozzá. Szántó Dániel fiatalkora ellenére már gyakorlottan fogad hozzá az édesapja által írt könyv megzenésítéséhez. A meséhez tartozó zenei hangulat már régebben összeállt a fejében, hiszen tanulmányait is ezen a téren folytatta, zeneszerzés szakon tanult a budapesti Bartók Béla konzervatóriumban. Édesapád meséket ír, mesekönyveket. Milyen érzésekkel tölt el, amikor hallgatod az ő meséit? Hát ez nagyon érdekes, mert én már ezeket a meséket több éve, tehát most már körülbelül 5-6 éve ismerem és folyamatosan hallgatom. Amikor ezeket olvasom, vagy amikor ő ezeket meséli, akkor mindig bele tudom képzelni magamat abba a világba, amiről mesél. Ez általában, legalábbis azokban a mesékben, amit kezdetekben írt, ez mindig egy nagyon kedves mesevilág volt. Sokszor eszembe juttatja azokat az érzéseket, amikor kis gyerekkoromban még én is néztem a Walt Disney meséktől kezdve azokat a nagy klasszikusokat, amik közé úgy gondolom, hogy ezek a történetek is abszolút beleillenek, és ezt nem csak én gondolom így, hanem eddig mindenki ugyanilyen véleménnyel volt ezekről, akik ezt hallották, vagy olvasták.
Úgyhogy az, hogy milyen érzés, az teljesen egyértelmű, hogy pozitív. És hát nagyon örülök neki, hogy ma is lehet ilyen történeteket kitalálni. Kinek az ötlete volt, hogy a színdarabhoz te írd meg a zenét, illetve esetleg már gyerekként a fejedben volt-e hozzá valami zene? Tehát először egy főcímet írtam ennek a mesének, még annak idején, amikor ez rádióban ment. És akkor már gyakorlatilag kialakult bennem egy olyan hangulat zenei téren, hogy tudtam azt, hogyha ebből egyszer készül egy nagyobb lélegzetű mű, akár ez színházi darab, vagy film esetleg, hogy akkor ehhez a hangulathoz fogok visszanyúlni. És amikor ennek eljött az ideje most ebben a, vagyis hát a tavalyi évben, akkor már, amikor én ezekhez nyúltam, ezekhez a történetekhez, hogy lehetne ezeket megzenésíteni, akkor már gyakorlatilag az a hangulat volt végig bennem, amit akkor már kitaláltam pár évvel ezelőtt. Úgyhogy, és úgy érzem, hogy ez sikerült úgy megvalósítani, ahogy szerettem volna. Mi volt hamarabb, a zeneszöveg vagy a zene? Én dalszövegeket kaptam, Soltenszky Tibor dalszövegei alapján dolgoztam. Ezeket gyakorlatilag úgy kell elképzelni ezeket a szövegeket, hogy minden szereplőnek volt egy saját dala, vagy hát akkor még egy saját verse, amiket én megzenésítettem. Tehát kaptam gyakorlatilag a szövegeken kívül annyit, hogy ennek a karakternek azon kívül, ami nekem megjelent, milyen szerepet kell betölteni ebben a darabban. Tehát, hogy Becskerecski ugribugri kislány, Szélkirály, egy gonosz szereplő, Vargány apó, az öreg bölcs. És akkor ezekből kiindulva kezdtem nekiállni a zeneszerzésnek, de mindig szem előtt tartva a szövegeket. Tehát nekem ez nagyon érdekes volt, mert én most írtam először úgy zenét, hogy szövegeket zenésítettem meg, és ez nagyon, nagyon jó tapasztalatszerzés is volt nekem, és hát nagyon örülök, hogy ilyen lehetőséget kaptam, mert azért a Honvéd együttes színeiben jelent meg ez a darab, és azért velük is együtt dolgozni, és végigvinni ezt, azért ez nem egy kis feladat. Pláne azért is, mert egy 50 perces előadásról beszélünk, de gyakorlatilag ebből 40-45 perc zene, tehát ami azt jelenti, hogy főcímmel együtt 12 zenemű hallatszik el benne, ami hát hangulatában is más, tehát nem lehet egyikre sem azt mondani, hogy ugyanaz, mint a másik, mivel hát minden szereplőnek a saját karakterét meg kellett találni ezekben a versekben, és úgy zenésíteni meg. De úgy érzem, hogy ez sikerült, úgyhogy legalábbis az eddig visszajelzések alapján. Pedagógus szemmel hogyan látja ön ezt az előadást? Mi mindent tudott nyújtani a gyerekeknek? Mi az Erkel Ferenc általános iskolából jöttünk, és 3. A zenei tagozatos osztályából. Hát természetesen úgy láttam, hogy nekem is, mint zenét szeretőnek, meg a gyerekeknek is nagy élmény volt, és büszkék vagyunk rá azért is, mert az egyik tanítványomnak az édesapja írta, és a testvére szerezte a zenét. Mi tetszett ebben az előadásban? Hát az, hogy a zenéket nagyon jól megcsinálták, és ahogy táncoltak benne, az is nagyon jó volt. És ez nagyon jó volt szerintem a gyerekeknek is. Kiről szólt a mese? Az erdőről. És még mi volt benne, ami még jó részt tetszett? Hát az a részt tetszett, amikor Szélkirály megenyhült. Miről szólt a mese? Hát egy Vargány apóról,
és volt neki egy lánya, és meg akarták tartani a szülinapját neki az erdőben. És volt sok a jégkirály birodalma, akik le akarták rombolni az erdőt. Melyik szereplő tetszett neked? Nekem a legjobban a Morgánya tetszett, mert az nagyon vicces volt. Mit szóltok ahhoz, hogy sok szép tánc volt benne és ének, 15 tagozatosak vagytok? Nekem nagyon tetszett, mulatságos volt, nevetséges, és a táncok is szépek voltak. Ha lenne ennek a mesének folytatása, akkor szívesen megnéznétek? Hát igen. Azért, mert jó volt, és sok zenét énekeltek. Milyen érzés, amikor a gyerekek, több száz gyerek egyszerre tapsol a te darabodra? Hát természetes, hogy ez egy nagyon, nagyon jó érzés. Az igazság, hogy én szakmailag maximalista vagyok, tehát ilyenkor azért sok minden átmegy az ember agyán, amikor ilyen tapsot hall, mert minden előadás után azért ott van az ember fejében az, hogy hát ez is lehetett volna jobb. Itt is van még valami, amit esetleg javítanék, vagy most máshogy gondolnék, de hát a taps az inkább úgy mondanám, hogy megnyugtató érzés, tehát jobb, mint hogyha felállnának és fütyülnének, és azt mondanák, hogy mi ez, ami hogy mi volt ez, tehát azért ez egy megnyugtató érzés, úgyhogy szeretnék még ilyet átélni azért, tehát örülök neki nagyon. Koreográfussal hogy tudtál együtt dolgozni? Őnekik mennyire tetszett a zenéd? Hát alapvetően úgy nézett ki ez a folyamat, hogy amikor én megírtam a zenéket, utána került ugye ez a koreográfushoz, és hát ez egy nagyon jó közös munka volt olyan szempontból, hogy ki hogy tud alkalmazkodni a másikhoz. Tehát amikor az ember megír valamit, akkor ahhoz azért ragaszkodik valamilyen szinten, hogy hát tényleg rengeteg munka van benne. Letettem valamit az asztalra, nyilván nem azért tettem le, mert nem voltam róla meggyőződve, hogy ez úgy nem lesz jó. És ezután akkor jöttek olyan dolgok, hogy hát akkor így kéne egy kicsit átalakítani, úgy kellene kicsit átalakítani. Ebből úgy érzem, hogy nem volt probléma, sőt, engem inspirált az nagyon sokszor, hogy láttam azt, hogy mit lehet koreográfiai szinten is kihozni ebből, és ezután én is tudtam még olyat esetleg hozzátenni, ami mondjuk a legelején nem volt esetleg számomra egyértelmű. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor az ember a saját szobájába hallgatja a zenét, vagy elmegy egy koncertre. Tehát teljesen más élmény, vagy esetleg saját maga játsza. Tehát ezek más szempontok, más az, amikor az ember színpadon szembesül ezekkel, vagy a próba közben. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, én úgy érzem, hogy ez a munka, ez teljesen hibátlan volt ilyen szempont. Miért ajánlanod egy gyerekeknek, hogy megnézzék ezt a darabot? Elsősorban azért, mert kaphatnak ebből valami olyat, amit szerintem a mai világban nem biztos, hogy elmondhatnak minden hasonló, vagy már mint hasonló gyerekeknek szóló meséről. Ez most elsősorban a mondani való, a hangulat, az összhatás az, ami szerintem megfoghatja a gyerekeket ilyen szempontból. A másik meg, hogy én akármelyik előadáson voltam, nem láttam olyan gyereket, aki ne felállva tapsolt volna a végén, és újongva ment volna haza, vagy nem ment volna oda a főszereplőhöz, és mondta volna, hogy nagyon tetszett a darab. Úgyhogy, hogyha most az a kérdés, hogy miért ajánlanám, akkor elsősorban azért, mert szerintem kaphatnak olyat ettől a darabtól, amit mástól nem. A zenés mesejátékot megtekinthetik február 17-én, vasárnap 11 órai kezdettel az Erzsébet-ligeti színházban, valamint február 25-én hétfőn 11 órakor
a Ram Kolosseumban. Thank you.